egy nagyon jó lehetőség szolgálni az embereket. Tehát mi tiszta étellel, felajánlott ételt osztunk, ami azt jelenti, hogy tisztítja a lelket is, erősíti a testet is. Tehát ez ami motivált. Most egy anyáknapi ételosztás van, amit egy ilyen kiemelt ételosztály szerveztünk, ami azt jelenti, hogy kiemelt, hogy tartós élelmiszerrel egészítjük ki a mindennapos meleg ételosztásunkat. Tartós élelmiszer, tej, cukor, sárga borsó, lencse, kekszet adunk, narancsot, gyümölcs is van, kis pufi, datolja, meg egy szálvirággal is kedveskedünk az anyáknak, egy kis tumberes, szíves csokoládéval, anyák napja alkalmával. Hát ugye rászoruló anyukákról beszélünk, van akik már idősebbek, kisnyugdíjasok, vagy nagy családosok, sok gyerekkel rendelkeznek, nehéz megteremteniük a mindennapi betevőt, és akkor épp azért igazából mi nem vizsgáljuk őket, hogy most ők rászorultak-e vagy nem. Mi nekünk ez egy misszió, hogy aki éhes, akkor őket főzünk minden nap hétfőtől péntekig. Jött ugye januárban 652 volt az átlag, aki megjelent az ingyen konyhánkon, februárban 667 fő jelent meg az átlagos szám. Talában aki hozzánk volt, az tekintünk rászoruló, sokan egzisztenciálisan se tudnak beállni egy sorba, ugye ki mit szól, vagy mit látja a szomszéd, vagy valaki. Úgyhogy ennek több összetevője is van. Ez a fő ételosztásunk, ez minden nap van 2 órakor, igazából ez az utolsó. Két kocsival indulunk el, az egyik kocsi az megy Mezőkövesdi hajléktalan szállóba, a családok átmeneti otthonába, és van egy Lajosvárosban egy csoportunk, egy 40 fő. A hajléktalan szállón is egy 40 fő, a családok átmeneti otthonába egy 20 fő körülbelül. Egy másik kocsink megy a Szala telepre, van egy 100-120 fő, a Béketelepre, az pedig itt a város északi része, ott egy 76 fő volt, ma most pont láttam, hogy mennyit vittek ki. És utána, amikor visszaérnek, az egyik egy órakor van, a másik fél kettőtől, és akkor kettőre érnek vissza. Az egy órás ételosztást azt mi végezzük, a fél ketteset csak letesszük, ott egy másik alapítvány besegít, és ők hozzák ki. És akkor utána mindenki visszaér ide 2 órára, és akkor itt van a nagy ételosztásunk, ide szoktak jönni kb. 400-an. Hát ezt nem jönnek 400-an, mert van egy 4 fős család, akkor nem kell minden 4 főnek megjelennie, hanem akkor eljön egy fő, és akkor már tudjuk, be vannak regisztrálva, és akkor igazából ez egy regisztráció alapú ételosztás. A csomagosztás is úgy megy, hogy kiosztunk most 650 csomagot, ugye próbáltunk átlagot vonni, most lehet, hogy kicsit többen jöttek, ugye, mert a csomag az mindenkit lelkesít, hogy átvigye. Mert igazából 1000 valamennyien vannak regisztrálva, de hogy ahhoz próbáltunk igazodni, hogy ahányan megjelennek, általában egy hideg élelmiszer csomagot most kihoztunk. Nem úgy mondom, hogy nehéz, persze megérint, mert azért vannak emberek, akik nagyon rossz körülmények között élnek, de azzal, hogy tudunk nekik segíteni, azért az lelkesítő, tehát hogy mindenképpen pozitív élménnyel megyek, nem negatívval, és ők is. Ezt a kiemelt csomagosztást most az 1%-ból finanszírozzuk. Minden magyar állampolgárnak lehetősége van 2x1% felajánlására, egyet alapítványoknak, egyet valami egyházi közösségnek. Ugye van, aki a Pistne Tudató Egyházat támogatja, van, aki az ételt, azért ért alapítvány, vagy mind a kettőt. És akkor itt most anyák napján szeretünk volna megköszönni ezt a 1% felajánlást is azoknak, akik segítettek nekünk.